Az államnyelv funkcionálásának biztosításáról szóló törvény az sajnos meglehetősen erősen szűkíti a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Annak ellenére, hogy a parlament elnöke és a hatalom képviselője sokszor arról beszélnek, hogy ez csak az államnyelv használatát szabályozza és nem érinti a kisebbségi nyelveket, ez sajnos nem így van. Egyrészt azzal, hogy a törvény előírja a társadalmi élet gyakorlatilag minden területén, kivéve az egyház életet és a magánéletet, az ukrán mint államnyelv használatát, amellett szűkíti a kisebbségek nyelvi jogait azzal is, hogy olyan feltételeket támaszt jó néhány állás, tisztség betöltéséhez, amelyek az államnyelv ismeretéhez vannak kötve. Gondoljunk arra, hogy kötelező például a sajtóban a kisebbségi nyelvű termékek mellett államnyelvi példányt, ugyanolyan példányszámban, ugyanolyan terjedelemben, ugyanolyan tartalommal megjelentetni. Ez akkor a pénzügyi terhet ró a kisebbségekre, amely gyakorlatilag a piaci alapon működő lapokat, vagy akár internetes honlapokat tönkreteszi. Hogy gondoljunk arra, hogy ez a törvény alkalmazhatatlanná válik amiatt, mert olyan rendelkezések szerepelnek benne, amelyek egész egyszerűen a gyakorlatban megvalósíthatatlanok. Például azt írja elő a jogszabály, hogy minden ukrán állampolgárnak kötelessége beszélnie az államnyelvet. Ez elvben jogos elvárás, elvben nagyon szépen hangzik, csak mi van azokkal, akik mégsem? Majd házról házra kopogtat valamilyen rendőrség, és megkérdezi, hogy ön beszél ukránul? És mi van, ha azt mondom, hogy nem? Akkor pénzbírság, főbelövés, elzavarnak, mit fognak tenni? Nyilván mondjuk az állam elnökétől, miniszterelnökétől, de akár mondjuk egy parlamenti képviselőtől, főügyésztől, stb. Elvárható, sőt elvárás, hogy beszélje az államnyelvet, de képzeljük el azt, hogy egy falusi kocsmárosnak nem feltétlenül kötelezettsége az, hogy beszélje az államnyelvet, elég, ha ő maga úgy gondolja, hogy ki akarja szolgálni az ukrán nyelven beszélő vendégét, akkor megtanul ukránul. Szóval a jogszabály egyrészt szűkít, másrészt sajnos kényszerítő eszközökkel próbálja az ukrán nyelvet támogatni. Az ukrán nyelvet támogatni nem így kell, az egyetlen nyelvet sem erőszakkal, hanem inkább mondjuk magas színvonalú ukrán nyelvű tartalmak alkotásával, létrehozásával lehetne támogatni, nem pedig, még egyszer mondom, erővel és kényszerítő eszközökkel. Mivel a jogszabály minden hivatali és közéleti szintéren, területen előírja az államnyelv használatát, egész egyszerűen az, aki mondjuk hivatalnokként az ügyféllel magyarul, vagy oroszul, vagy románul beszél, az a törvény, hogyha hatályba lép, rendelkezései alapján jogszabályt sért. Úgyhogy egyrészt sokakban működni fog nyilván az öncenzúra. Annak ellenére, hogy ismerem azt, aki hozzám fordul, annak ellenére, hogy régi jó viszonyban vagyunk, és tudjuk, hogy mindketten magyar anyanyelvűek vagyunk, előfordulhat sajnos az, hogy a hivatalnok féltve állását, félve attól, hogy valaki feljelenti, valaki esetleg emiatt őt hátrányosan tünteti fel a főnökei előtt, előfordulhat, hogy bizony az ukrán nyelvet fogja választani, még szóban is, nem csak írásban, tehát nem csak egy hivatalos űrlap kitöltése vagy kitöltetése, hanem akár egy egyszerű információ megadása során is, ami nyilván az embereket rosszul érinti, nyilván a hétköznapi emberek számára ez meg fogja nehezíteni az állami bürokráciában való eligazodást, hiszen jól tudjuk, hogy nemzedékek nőttek fel úgy Ukrajnában, hogy nem tanulhattak ukrán nyelvet, nem tanulhattak meg ukránul, és bizony nem feltétlenül igazodnak el a jogszabályok sűrűjében.